tettét terrorcselekménynek is minősítették, és szigorították a Teriszkörúti robbantó büntetését. Az ítélőtábla indoklása szerint, ha a férfi múlt volna, akkor a rendőrök meghalnak. Legkorábban 30 év múlva szabadulhat. Majdnem pontosan 30 hónappal ezelőtt, 2016. szeptember 24-én késő este, egy világos kalapos és hátizsákos alak tűnt fel a fővárosban a Teriszkörúton. Az illető a hátizsákot lerakta egy kirakat elé, aztán kicsit arrébb sétált, fedezékbe húzódott, és várta a közeledő rendőröket. A járőrpáros mit sem sejtve elsétált a férfi előtt, majd amikor egy vonalba ért a hátizsákkal, akkor... Így kezdődött. Aztán így fejeződött be. A Teriszkörúti robbantás után 30 hónappal nincs tovább. Az ítélethirdetés utáni perceket mutatjuk a bíróság folyosóján. Nem bizonyították, hogy itt mi történt valójában. Ez a férfi a Teriszkörúton robbantó fiú édesapja. Nem akar hazamenni. Képtelen felfogni és elfogadni, hogy a fia lenne az elkövető. Ha egyszer nem volt ott valaki, akkor nem csinálhatta. Az ítélőtábla vizsgálta. Menjünk visszafelé az időben, az előbb még mindenki bent volt a tárgyalóteremben. Éppen az imént lett vége a másodfokú ítélethirdetésnek. A törvényszék tényként állapította meg, hogy a robbanószerkezetet készítő és azt felrobbantó személy a vádlott Pap László Gergely volt. A Teriszkörúti robbantó néven elhíresült Pap László Gergelyt hiába vártuk a tárgyalóterembe, nem akart itt lenni az ítélethirdetésnél. Ez azonban nem volt akadálya annak, hogy a fővárosi ítélőtábla döntsön a bűnösségéről. Nem rajta múlt, hogy a sértettek élnek. És megfordítva, ha rajta múlt volna, a sértettek már nem élnének. Ennek döntő jelentősége van a büntetés kiszabása szempontjából. Megint visszafelé tekerjük az időkerekét arra a bizonyos estére, hogy érzékeltessük, milyen pusztító hatása volt a robbantásnak. Ezekkel a kétségbeesett szavakkal kért segítséget a járőrpáros férfi tagja. Társa egy fiatal rendőrnő eszméletlenül feküdt mellette. Mindketten életveszélyesen megsérültek, később erről így beszéltek a bíróságon. A robbanás pillanatában volt egy pár másodpercnyi zavarodott állapotom. Eszméletemnél voltam, de újra össze kellett rakni, hogy ott én szolgálatban vagyok, rendőr vagyok, mi történt. Törzsőrmester nem látta az elkövetőt. A detonációtól beszakadt a dobhártyája. A repeszként szétszóródó vasszegek a koponyáján, a mellkasán, a lábán, a farpofáján és a vastagbelén súlyos, életveszélyes sérüléseket okoztak. Társa, a fiatal járőrnő volt közelebb a detonációhoz. Neki vasszegek fúródtak a koponyájába, mindenhol a testébe, az egyik lába szétroncsolódott. A nő másfél évvel a robbanás után így beszélt támadójáról. Jogilag elvileg beszámítható, és remélem az is marad, de egy ilyen ember szerintem szörnyűségekre is képes. Mire képes, és miért tette egyáltalán? Ez volt a nagy talány. A Teriszkörúti robbantó sokáig nem tett vallomást. 2017. februárjában azonban beszélni kezdett. Apránként beismerte, hogy ő készítette a bombát, és ő robbantott. Arra a kérdésre, hogy ezt miért tette, zavaros magyarázatot adott. Sokszor azt halucinálta, hogy idegenek kémkednek utána, és ennek akart véget vetni. Vallomását az első fokon eljáró bíró így összegezte. A robbanó szerkezet elkészítésének az volt az egyik oka, hogy véget vessen a folyamatos megfigyelésnek, a másik pedig arra gondolt, hogy fegyvert szerez, azzal vett véget a megfigyelésnek, és közben elhatározta azt is, hogy Budapesten fogja a robbantást végrehajtani. Őrült egy ötlet. De a fiatal férfi komolyan hozzáfogott tervének végrehajtásához. Vásárolt egy hétvégi házat a nyugati határ menti Homokkomáromban, ahol kísérletezni kezdett. Az interneten talált leírások alapján hétköznapi vegyszerekből robbanóanyagot kotyvasztott.
azt is elhatározta, hogy a robbanó szerkezete köré nagy mennyiségű és a robbanás irányának megfelelő oldalra 45, 60, 80 és 100 mm hosszúságú vas szegeket fog elhelyezni. A bomba távoli beindításához rádiófrekvenciás garázskapu nyitó elektronikát használt. Miután összeállt a pokolgép, helyszínt keresett. Feljárt Budapestre úgymond terepszemlézni. Végül úgy döntött, hogy a nagy körúton járőröző rendőröket veszi célba. A robbantás után a rendőrség hajtóvadászatot indított az akkor még ismeretlen tettes ellen. Eközben a robbantó újabb támadásokat tervezett. Írt egy fenyegető levelet, amit utóbb megtaláltak a számítógépén is. Lementésre került a laptopról, mit tettük címmel, a Belügyminisztérium ügyfélszolgálata felé e-mailben elküldött írás. Az e-mailben leírta a bomba készítésének módját, és azzal fenyegetett, hogy megint robbantani fog. A rendőrségnek címzett levélben azt írta, majd később fog előállni a követeléseivel. Az üzenetet álnéven küldte, de ez a levél döntő jelentőségű volt abban, hogy a nyomára akadtak. Aztán sorra kerültek elő a bizonyítékok, amelyek a fiú bűnösségét igazolták. A fővárosi törvényszék pedig az elmúlt év szeptemberében meghozta elsőfokú, nem jogerős ítéletét. Papp László Gergely vádlott bűnös, emberölés büntettének a kísérletében, robbanóanyaggal, robbantószerrel visszaélés büntettében, terrorcselekmény kísérletének a büntettében. Kalina József bíró szerint azzal, hogy a merénylő rendőrre támadt, ráadásul kettő rendőrt akart megölni, hogy más emberek életét is veszélyeztette, hogy előre eltervezte az egészet, és végül, hogy aljas indok vezette, ez a legsúlyosabban büntetendő cselekmény. Ezért őt a bíróság halmazati büntetésül életfogytig tartó szabadságvesztésre 10 évi közügyektől eltiltásra ítéli. A szabadságvesztést fegyházban kell végrehajtani. A vádlott legkorábban 25 év elteltével bocsátható feltételes szabadságra. Az elsőfokú nem jogerős ítélet ellen az ügyész súlyosításért fellebbezett. Azt akarta, hogy a Terész körúti robbantó 25 év után se legyen kiengedhető. Jován László védő ezzel szemben felmentést kért, vagy legalábbis sokkal rövidebb börtönt. Így került az ügy másodfokon a fővárosi ítélőtáblára. Az a lényeg, hogy nem a gyerek csinálta. Megint a Terész körúti robbantó apját láthatják, folyton ugyanazt hajtogatja. A férfi szerint a fia egy titkos összeesküvés áldozata, a merényletet mások követték el, a fia ott sem volt. Csak hogy a másodfokú bíróság konkrét és perdöntő bizonyítékokat talált a fiú bűnösségére, például DNS nyomokat. Minden egyes beismerő gyanúsítotti vallomásrész védő jelenlétében hangzott el, részletgazdag, olyan részletekre is kiterjed, amire az eljáró hatóság tagja rá sem kérdezett, és olyan részletekről is számot ad, amerről csak azt tudhatott, aki helyszínen elkövetőként járt. A másodfokú bíróság arra meggyőződésre jutott, hogy a Terész körúti robbantó olyan bombát készített, amivel ölni is képes volt. Ugye szándékolt eredmény a vádlott részéről a sértettek életének kioltása. Ezt a következményt előrelátta, a következményekbe nem csak belenyugodott, hanem ezt kívánta. A fővárosi ítélőtábla szerint a férfi azzal, hogy olyan levelet írt a rendőrségnek, amelyben további pusztító robbantással fenyegetett, ez nem csupán terrorcselekmény kísérlete, ahogy azt az elsőfokú bíróság megállapította, hanem ez maga a terrorcselekmény. Ezért az ítélőtábla tovább súlyosította a törvényszék elsőfokon sem éppen kevésnek számító életfogytiglani büntetését. Az ítélőtábla álláspontja szerint a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét a törvényszék eltúlzottan enyhe módon határozta meg. Az nem áll arányban a vádlott által elkövetett cselekmények tárgyi súlyával és a vádlott bűnösségének mértékével. Mindezekre tekintettel a másodfokú bíróság a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségének legkorábbi időpontját 30 évben határozta meg. A döntés jogerős, fellebbezni már nem lehet. Eszerint a Terész körúti robbantónak 30 év elteltével 2046 környékén lesz leghamarabb esélye arra, hogy esetleg kiszabaduljon. De az is lehet, hogy élete végéig börtönben marad.